Egy rizses húst fogunk elkészíteni, a következő lesz a feladatunk. Első körben a hagymát egy kis zsiradékon megpirítjuk, közben összedaraboljuk apró kockákra a húst, majd rárakjuk a fűszerekkel együtt a megpirított hagymára, teszünk majd hozzá fokhagymát, és nagyjából amikor majdnem kész van, akkor fogjuk majd hozzárakni először a rizst, felöntjük a laplével, ugye nincs otthon a laplevünk, akkor víz. Húsleves kocka. Víz, és akkor sóbors, az, ami még kerül rá. Kezdjünk is neki. És körülbelül 1 centis kockákra el is kezdheted darabolni a húst. Lehetőleg olyan húst választunk, amelyik nem száraz, tehát egy comb, egy lapocka. Még elszolakozik egy kicsit a hússal. Addig pekmenezünk egyet. Na jó, tényleg lehetsz addig. Mehet bele a hús. Kis köménymag. Egy kis majoranna. Só és bors kerülhet még rá. Összekeverjük, és elkezdjük főzni. Először megvárjuk, amíg kiengedi a saját levét, és hogyha szükséges, akkor mindig egy kicsi alaplevet teszünk hozzá. Belereszteljük most már a fokhagymát, a hús majdnem megpuhult. 2-3 gerezd, majd beletesszük a rizst, és utána pedig az alaplével vagy vízzel felöntjük. És a rizs mennyiségének a kétszerese az a folyadék, amit hozzá kell raknunk. Miután felforrt, utána egy fedőt teszünk rá, és az utolsó 5 percben hozzárakjuk a zöld borsót, illetve az apróra vágott petrezselyem zöldet.